Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóba. Ma nem más, mint unboxing következik. Mégpedig a OnePlus 6 telefonját fogjuk kicsomagolni, aminek már a csomagolása is nagyon minőség és nagyon menő. Már maga tapintás, illetve ez a bordázott, sűlyesztett, hatos és nagyon aranyos. Egyik oldalt csak egy név, hátoldalon igazából, ha megfordítjuk, Designed by OnePlus és a Qualcomm-nak a reklámja, illetve a szériák, és úgy kb. Semmi más a külső oldalon. Na de, okosság. Úgy is le tudjuk zárni ezt a dobozt, hogy ne kelljen mágneses vagy ilyen baromságokkal foglalkozni, csak egy ilyen kis egyszerű papír van. És itt persze megint a OnePlus community-nek a cuccait reklámozzák. Na hát. A dobozt gyakorlatilag szét kell csúsztatni. Hát igen, itt már van egy Unlock the Speed felirat. Semmi más. Szóval nagyon letisztult, nagyon szép maga a doboz. És miután kibontjuk, magát a telefont szemlélhetjük meg. Igen. Na, őt ki is vesszük. Nem volt türelmem tegnap, úgyhogy az este kibontottam és beköltöztem rá. Más igazából a telefon alatt nincs. Van rajta gyárilag egy fólia. Azt azért érdemes megjegyezni. Illetve vannak itt még okosságok. Ugye itt van maga a telefontartó, amiben van fekszik a telefon. Ez ugye elég vastag. Én néztem ki a fejemből, azt hittem egy csomó papír lesz. De nem. Kibontjuk, található hozzá egy gyáritok, ami ugye szilikontok, hajtogatható, meg minden, de nagyon minőségi és nagyon, és viszonylag vastag is egyúttal, aminek én nagyon örülök, mert én mindig tokba szoktam használni a telefonjaimat. Úgyhogy ez nekem nagyon hasznos. Illetve van még egy ilyen kis... még egy kis fülecske, ahonnan ki lehet kapni a szimtűt. Az EU kontakt. Flagship, ez ilyen kommentek. Safety information. Illetve egy ilyen kihajtogatható, tudja bánat, hogy micsoda. Hát egy poszter gyakorlatilag. A hátoldalán pedig leírják, hogy mit tud, meg ilyesmi, hogy milyen gomb mire való. Ötletes, nem mondom, hogy rosszul néz ki, de senki nem fog tőle meghatódni. Szóval papírok, szilikontok, és akkor még van itt, a doboz még félig van. Kibontjuk, van egy invitation letter, amit ha megfordítunk, ezt magát a tulajdonos írta elméletileg, amit ha kinyitunk, kapunk tőle egy üzenetet, kézzel írottnak üzenetet, direkt Pete-től, amiben megköszönik általában, hogy őket választjuk, stb. Engem igazából ez se érdekel. Ami viszont a helynek a legtöbb részét elfoglalja, az nem más, mint a töltő, ami igazából csak így be van dobva, egy gyors töltő, amit már a OnePlus 3-nál is imádtam. A USB-C-s kábel, illetve mivel a jacket lefelejtették a telefonról, így van egy USB-C Type-C átalakító, ami kb. Ennyit tesz. Rövid, olyan, mint az iPhone-nál is, amit mindig adtak. Na jó, akkor lássuk a lényeget. Kijelző. Igazából 6,41 inch. Ami azért elég nagynak számít. 1080x2340 pixeles felbontással,
De szépen látszik a háttérben az a lámpa. Oké. A méretei 157,5 x 74,8 és 8,2 mm vastag. Ez az egész egy 185 gramba fért el, ami hát érezhető. Maga a telefon 2018 augusztusában jelent meg, és kicsivel később ki is jött, ugye várkapható is volt. Ugye dual SIM-es, de a második kártya helyen memória kártyát nem tud fogadni, szóval ez szigorúan dual SIM, dual standby módba. Nekem most van is benne két kártyám, amit nagyon jól visz, nincs vele probléma. Mondjuk ezzel régen sem volt a OnePlus-nál probléma. A kijelző egy Optic AMOLED, a felbontás már ugye mondtam. A képarány az viszont 85,6 az egész katyvasznak, szóval lassan-lassan elérjük a 90%-ot. Tehát ez kb. Olyasmi képarány, mint amit az iPhone 10 és az iPhone XS Max is tud. Nagyon Gorilla Glass 9 védi elől-hátul. Ugye már üvegből van ez is elől-hátul, amit nem tudom miért erőltetnek olyan szinten mostanában, de ez van. Tehát hardware az egy Snapdragon 845 mm-es nanométeres processzor. Nem fogom részletezni, mindenki utána tud nézni. Ez a 6 giga RAM-os verzió, nem a 8. 6 giga RAM, 128 giga tárhely. Ugyebár ebből van a 8 gigás verzió, 256 giga RAM, giga ROM-mal, tehát tárhelyel. Ami még fontos, kamerák, két kamera hátul, 16 és 20 megapixeles, és a fő információk kb. Ennyi. Ami még fontos, a kameráknál mind a kettőnek van optikai image stabilizationje, illetve rásegít az elektronikus is. 16 és 20 megapixel, mind a kettő 1,7 fm működik, szóval a sötétben is elméletileg jó képeket tud csinálni. Gyakorlatilag én az este kipróbáltam, és hát az iPhone 10 azért messze áll tőle fotózás terén, szóval sokkal jobb volt. Sötétben, világosban még nem volt alkalom kipróbálni, de majd ma kipróbáljuk azt is. Videózni pedig 4K 60fps-sel is képes, illetve 1080p-be akár 240fps-t is tud. Auto HDR, Gyro Ace, mindent tud, ami létezik. Az első kamera 16 megapixeles széles látószögű, ugyanúgy Auto HDR, Image Stabilization, de itt viszont már csak Full HD 30 FPS van. Az akkumulátor 3700 mAh, ami miatt én főleg emiatt is, illetve hardware miatt választottam ezt a telefont, amit egyelőre úgy tűnik, hogy nem bántam meg. A többi specifikációt azt nem fogom részletezni. Egyedül talán a gyors töltést, amit érdemes kifejteni, mert az a OnePlus-nál valami csodálatos. Tehát nagyon gyorsan feltölt. Elméletileg fél óra alatt egy napi töltést tud magába szívni, tehát egy napi üzemidőt. Hát ez mondjuk felhasználók által ez változó, mivel lehet, hogy én 2-3-4-5-6 órán keresztül folyamatosan nyomom a telefont, és akkor úgy nem fog kijönni az óra, amit ők mondtak. Maga a rendszer az igazából tehát hibátlan, nagyon gyors. Gyakorlatilag bármit indít el az ember, minden pillanat alatt elindul, nincs semmi röccenés. Igazából nem is tudom, mit mondhatnák még róla. Szerintem ebbe az árkategóriába ennél jobbat jelenleg nagyon nehéz kapni. Nem mondom, hogy nincs, mert biztos, hogy van. De ami minőség is, maga a rendszer is, letisztult, szép, kegyetlenül gyors,
Szerintem az egyik legjobb ár-érték arányú telefon, ami jelenleg kapható. Igazából én ezt mindenkinek ajánlom, bármilyen felhasználásra, kipróbáltam pár játékot is, asszaltot, meg ezt a CSR Racinget, Assault 9-et, és mindegyik tökéletesen fut, tehát nincs akadás, nincs semmilyen probléma vele, tehát egyszerűen tökéletes. A gombok, ami az iPhone-on is volt, én ezt nagyon szerettem, mindig a némító gomb. Tehát ez marha jó, három pozíciós. Ami engem picit talán zavar, hogy bal oldalra kerültek a hangerőszabályzók, én meg vagyok szokva, hogy minden telefonnak jobb oldalt volt, és ami még fájó pont, hogy nem sztereó a hangszórója, de igazából annyira nem probléma, mert nem szól rosszul, de csak hiányzik az a sztereó. Amit még esetleg el lehetne mondani róla, hogy hát igen, a dual sim, azt már mondtam. Szerintem kb. Ennyi amúgy igazán részletes. A kamera az is gyors. Az éjszakai mód az egy vicc egyelőre, mert éjszaka esküszöm a rendes kamerával szebb képeket csinál, és világosabb képeket csinál, mint az éjszakai módba. Szóval a kamera az majd meglátszik, hogy milyen lesz. Reméljük, hogy frissítés által megoldódik. Ami még nekem fájó pont, az az új lenyomatolvasó, ami viszont annyira nem tűnik nekem stabilnak, mondjuk nekem. Na hát most pont feloldott gyorsan. De úgy általában annyira nem gyors. Legalábbis az eddigi tapasztalataim szerint, és most zsinórba többször is feloldotta gyorsan, szóval most már erre sincs panaszom, de mondjuk az éjjel, nekem tudnivaló, hogy nagyon száraz a kezem, nekem az éjjel gyakorlatilag 5-ből 3-szor sikerült csak feloldani új lenyomat olvasóval, viszont az arcazonosítás az mindig tökéletesen működött. Hát nem tudom, érdekes, de talán még ezen is tudnak szoftveresen frissíteni. Hát igazából ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!